együtt. Olyan napot nem lehet látni, hogy a felnőtt sem az meg, hogy a hírat sem. Száll a gépén, zeng a dal, ez a mese bomba jó. Ó-ijé, állj fel, ó-ijó, szállj fel, énekelj egy kindulót. A Dániel volt a mekkora idon? Ha én szél lehetnék, egy lányt megkereshetnék a világban. A világban. Szétfújnám hosszú haját, port az útról merre jár, szaladnék nyomában. Jöttem hadlásalak, ismerj meg engem, eddig ember voltam, immár szél lettem. Égben szállok földhöz, nem köt semmi sem, jöttem. Figyeljetek, szerintem ez egy kibaszott bankoblás. Szeretlek, Tökfej. Szeretlek, Muzi Muzi. Senki sem mozduljon, ez rabló támadás! Ha valamelyik picsafejű megmoccan, basszak meg! Abban a pillanatban kinyírom a többi picsafejűt is, basszak meg! Reggel van, San Francisco még mindig. Reggel mentünk a Golden Gate Heathoz, és az volt a lényege az egésznek, hogy próbáljuk úgy nézni, hogy reggel nap felkelte, Golden Gate Heathot látjuk, éppen jön föl a nap keletről, a várost éppen megvilágítja, följön a napocska, ránk veti az árnyékot, és tökéletes lesz az egész. Többet láttunk ködből, mint hidat, és az a probléma, hogy olyan erős szél volt, és olyan tejfehérség volt, hogy abszolút nem is jött át egyetlen egy napsugár sem erre, de reméljük, hogy azért este, hogyha visszatérünk, akkor ezt az egészet majd fogjuk tudni végigkövetni, és remélem, hogy akkor el tudom mondani Golden Gate Hídnak a történetét is, ugyanis annól, amikor csináltam az egyik diplomámat, akkor Golden Gate Híd volt húzott tételem, és azt mondtam el. Aztán a mai nap, ugyebár itt hétfő van, ilyenkor egy kicsit komplikáltabb a dolog, mindenki bejön a városba. Mai nap megpróbáljuk felfedezni még a város maradék részét, amennyit tegnap még nem tudtunk, ahogy mondtam az előbb is, és majd meglátjuk azt, hogy mi sül ebből az egészből ki. Tartsatok velünk, este remélem Golden Gate Híd, és nem nap felkelte, hanem nap lente.
you'd only up and run. But you're still here, I know. And when I took you back, I thought you'd only up and run. But you're still here. You're still. Negyedik nap bejöttünk ide enni a Pír 23-ba, úgyhogy ha éppen sétáltok itt a pírek között, vagy éppen a... mi ez? Parton. Parton sétáltok, akkor a Pír 23-ban van egy kávézó, ahol meg lehet enni a New Englandi kagylólevest. New Englandi kagylóleves. Ide gyertek be, én egy közepes méretű tettem, ez 9 dollár, a pici az 6 dollár, a nagy pedig az 12 dollár, úgyhogy bármikor be tudtok jönni, majd arra figyeljetek, hogy ez egy eléggé híres, és pont erről a New Englandi kagylólevesről híres étterem, aminek a lényege, hogy akkor, amikor bejöttek, akkor a neve az Chowder, nem pedig New Englandi kagylóleves, vagy éppen megpróbáljuk lefordítani, úgyhogy jöjjetek egy Chowdert, és akkor mi ezt a méltán híres Pír 23-as étlapról, azt, ami éppen amivel éppen leghíresebb lett szerintem. Mit tettünk, negyedik nap dél. Menjünk tovább. San Franciscóba jártok. A leghíresebb és a leglátványosabb utca az a Lombard Street, amit mindenképpen meg kell néznetek. Ezért általában, de hogyha felérünk, akkor jobban fogjátok látni. Mi az alján találtunk egy parkolót, és itt tömegezés közben a felmászás az eléggé problémásnak tekinthető. Mondjuk úgy, hogy ilyenkor érzem a kardió hiányát, de már csak azért sem fogok kardiózni. Szóval egy nagyon jó úti cél lesz. Nézzétek meg, mi mint láttunk. Közben eltelt pár perc, és Tomival felértünk. Ő még megvárt engem. Szolidaritásból. Nem mondom, hogy én jobban érzem magamat. Olyan volt tényleg, mint hogyha egy vagy ott, ami fogalmazta, egy hat ólompulcsit hagytunk volna magunkon. Itt meg mindjárt ütnek minket. Nagyon szépen. De nézzük meg, hogy miért jöttünk fel. Mit kell tudnunk a házról? És hol vagyunk? Hát én Winchester háznál vagyunk, ami ilyen horrorház, vagy hát így hívják, és így erről készült egy horrorfilm. Rettegés háza. Rettegés háza, így van. A levegőben, a falakban, ennek a szellemnek olyan ereje van, amivel még nem találkoztunk. Megtalált minket.
Szellemek háza. És hát, hogy a Winchesternek az özvegye, aki a Winchester puskát készíti, hogy az érzi ezeket, az érezte ezeket az entitásokat, azokat, akik erőszakos halált haltak a Winchester típusú fegyvertől, és minden entitás vagy állítólag így sugallta neki, hogy ő nem le nyugalomra, és akkor épített neki egy szobát azokból a víziókból, amiket kapott, hogy ott lerendezze a kis dolgát, és amikor ezzel végzett, vagyis megnyugodott a szellem és elment, akkor átalakították a szobát. És ugye mert annyi van, mert ugye elég sok a Winchester, és annyi halott van, ezért mindig jött az újabb és újabb. És ott tartanak most, és ott tartottak, ugye mert nem építkeznek, mert meghalt az özvegy, hogy 160 szoba van már kész, és ezt lehet megnézni. Meg van egy csomó olyan szoba, amit nem nyitottak ki, úgyhogy lehet, hogy van benne szellem is. És be fogsz oda nyitni, amire van zárva? Hadd, hogy te mész előre. Jó, megyek. Egy szellemet kapd el. Röhögünk, bazd meg, aztán ha lesz egyek, meg beszélünk. Nincsenek szellemek. Nincsenek hát. A történelem legelátkozottabb házában. Nem hiszek semmiben, amit nem látok, vagy nem tudok tanulmányozni. Hogy többet láttunk ködöt, mint amit hídnak nevezett tárgynak, többet olyan szeles és olyan hideg az egész... Kezdem előről. Sanyi, könyökölsz rólam, kérlek. Szóval negyedik nap, mai nap, mai nap, amit még visszalévő dolgok, amit megkapott, ezt vágom. Egy lett is lették, vagy pedig 15 lövés? 18 lövés, nem? Előtted a 18-at. Nyomja még egyet egy percest akkor. Egyet lőj rá csak. Oké, amikor piros akkor. Hagyja. Most tudod eltalálni.
Jó, hát akkor villog.